Szabadegyháza község Fejér megyében, a Mezőföld Duna és Sárvíz közötti részén. Már a római korban lakott volt. Az 1600-as évek közepéről fennmaradt adománylevélben Szolgaegyháza néven szerepelt. A Nedecki Glipps kastély mai formáját 100 évvel ezelőtt neobarokk stílusú átalakításával nyerte el. Tulajdonosai voltak a község utolsó birtokosai. Az 1992 óta folyamatosan fejlesztett arborétum jelenleg 5 helyszínen, az iskola, az óvoda, a játszótér, a templomkert, a kultúrház környékén 2,5 hektáros területen látható. Fő részei a gyümölcsös, a cserje és őshonos lombosfa, valamint az egzotikus lombosfa és nyitva termő gyűjtemény, melyben sok hazánkban nem vagy csak ritkán látható fafaj található minden kontinensről. Csak nem teljes a legek gyűjteménye, megtalálhatók a föld legmagasabbra növő, legmagasabb kort megérő, legnagyobb és legkisebb élőhelyű, kritikusan veszélyeztetett fafajtái. Faállományok botanikai és ritkaság értéke hazánkban egyedülállóan magas, ezért az arborétum méltán lett a község nevezetessége. A település hűen ápolja népi hagyományait. Szület idején érdeklődők sokaságát vonzza a látványos, az ünnepkör szokásait felelevenítő felvonulás és az azt követő mulatság. A műsorszám támogatója Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás.